A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy mi okozhat mellkasi fájdalmat, illetve mit jelezhet a mellkas különböző részein a fájdalom, és mi a megoldása. Szeretettel köszöntök mindenkit! Sok mindentől fájhat a mellkasunk, ezért fontos, hogy lokalizáljuk a fájdalom helyét és jellegét, hogy leszűkítsük a lehetséges problémát. Nagyon gyakran a fájdalom középen jelentkezik, a szedcsont és a bordák találkozásánál. Ezt a problémát nevezzük costochondritisnek. Ez a probléma a szedcsont és a bordákat összekötő porc gyulladása miatt alakul ki, aminek hátterében nagy eséllyel jelen van a D-vitamin hiány. A D-vitamin hiány egyik első igen gyakori tünete a csontfájdalom. A D-vitamin hiány nem csak abból fakad, hogy nem viszünk be elegendő D-vitamint, de lehetséges, hogy a D-vitamin nem hasznosul rendesen a szervezetünkben, például mert nem működik jól az epe és a máj. Ugye a máj termeli az epesavat, amelyre szükség van a zsírban oldódó vegyületeknek a felszívódásához, így a D-vitamin és a K-vitaminnak a hasznosulásához is. Ha ez a probléma áll fent, a fájdalom erősödik, amikor az adott területet megtapintjuk. A második oka a mellkas fájdalomnak az epe és a hasnyálmirigy működési zavarából ered, például epekő vagy az epe vezeték elzáródása, illetve hasnyálmirigy gyulladás miatt. Mivel a máj és az epe jobb oldalt található, ebben az esetben a fájdalom epicentruma jobb oldalt található a mellkasnál, és ez a fajta fájdalom hirtelen jelentkezik, éles, de tompa, illetve nehéz görcsöket is lehet érezni. Ha még nincs sok epekő jelen, epesavtartalmú készítményekkel és az emésztést fokozó betainhidrokloriddal, illetve almaecettel esélyes, hogy tudunk mérsékelni ezen a problémán. Ha a fájdalom bal oldalt, illetve középen jelentkezik, nagy valószínűséggel a szívvel van a probléma. Itt sok minden lehetséges, de a legeslegyakoribb jelenség, ami a szív problémák 90%-ának a hátterében áll, az a koszorú erek elmeszesedése, ami nem jelent más, mint az ereknél a kálcium lerakódását és ezáltal az érfal megvastagodását. Ha gond van a szívünkkel, a további gyakori tünetek a bal kézbe kiáramló fájdalom, hidegizzadás, krónikus köhögés, főként amikor lefekszünk, gyakori hányingerérzet és az ödémás duzzadt lábak. Lehet szívizomgyulladás is a háttérben, ilyenkor légszomj, fáradékonyság és szívritmus zavara további gyakori tünet. A kardiomiopátia során a szív pumpa funkciói gyengülnek, mely állapot következménye a mellkasi fájdalom, a légszom, a szédülés, a szívdobogás érzet és az izzadó kar és lábfej. Lehet szívroham előjele, vagy más ritka szívbetegség is, minden esetben azonnal forduljunk orvoshoz, ha gyanítjuk, hogy a mellkasi fájdalomnak a szívhez van köze. A mellkasi fájdalom hátterében állhat gyomor probléma is, például gyomorégés, reflux, vagy mondjuk fekély a gyomorban. A gyomor probléma nagyon sok tünetben hasonlít a szív problémára, ráadásul közel is vannak ugye egymáshoz, így nagyon gyakori, hogy az emberek összetévesztik a kettőt. A szív problémánál nincs jelen, viszont a gyomor problémánál jelen van a következőkből néhány, a puffadás, a reflux, a gyakori böfögés, illetve általában a gyomor problémák az ételek elfogyasztásával összefüggésben erősödnek vagy gyengülnek. Míg ugye a szív problémának a tünetei az étel elfogyasztásához nem nincs közük. A gyomor problémákra próbáljuk meg az almaecetet, a betainhidrokloridot, az emésztőenzimeket, az erjesztett zöldségeket, főként a savanyú káposztát, a klorella algát, továbbá a só, azaz a nátriumklorid, illetve a káliumnak a nagyobb mértékű bevitelét. Jelentkezhet mellkasi fájdalom pánikroham és szorongás alatt is, amikor is nem csak fájdalmat, de általában szorító érzést is érzünk a mellkasunknál. További tünetek ilyenkor a gyors szívritmus, a légszomj, a szapora légzés és a nagyfokú izzadás, tehát sok közös tünete van például a szívinfarktussal. Ha mellkasi fájdalom lélegzetvételre és köhögésre fokozódik, nagy eséllyel mellhártya gyulladás van jelen, melynek hátterében számos ok állhat, de a leggyakoribbak a tüdőgyulladás és egyes autoimmun betegségek. Mellhártya gyulladás esetén feszülő érzést érzünk, és az idő előre haladtával légszomj, fulladás és láz is jelentkezik. Lehet kötőszöveti vagy izomeredetű fájdalom is a mellkasnál, amely leginkább akkor jelentkezik, ha fekszünk az ágyban, vagy ha felemeljük a kezünket.
Egyéb súlyosabb betegségek is okozhatnak mellkas fájdalmat, például a tüdőembolia, a tüdőgyulladás, a légmell, vagy a bordák törése. De ezeknél a problémáknál valószínűleg már tudjuk, hogy mitől is van a fájdalmunk. Köszönöm, hogy végignézted a videót. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a mellkas fájdalom okairól, kedveld a videót, oszd meg másokkal is, feliratkozás után pedig kattints a feliratkozás melletti harangomra is, mert csak így fogsz kapni értesítőt a következő videókról. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!